Sziasztok! Képzeljétek, arra gondoltam, hogy indítok egy TikTok csatornát a rajzolással kapcsolatban, mert rengeteget kérdeztek tőlem mindenféle dolgokkal kapcsolatban, hogy milyen eszközöket használok, én hogy kezdtem a rajzolást, mióta rajzolok, hogy jutottam el a kiállításokig, stb. Kezdetekkor még válaszoltam mindenkinek, próbáltam egyesével, de most már egyszerűen nem tudok ennyi levélre válaszolni, úgyhogy úgy döntöttem, csinálok egy TikTok csatornát, és hogyha szeretnétek, kövessétek az oldalamat. A terv az, hogy heti egy vagy két alkalommal töltök fel egy kis ilyen videót, amiben egy-egy kérdést megválaszolok. Van már egy pár kérdés, amit feltettetek, azokkal fogom kezdeni, de hogyha van valami, ami érdekel titeket, bármi, akkor a videóm alá légy írjátok meg kommentben, és szépen sorban fogok rájuk válaszolni. Ezen kívül fogok feltölteni természetesen a képeimről is videókat, mert ugye eddig csak az Instagramon és a Facebookon voltam jelen, úgyhogy most itt még nincsen fenn olyan sok videó, mert most kezdtem el a TikTokozást, de igyekszem pótolni, de aki kíváncsi a rajzaimra, az nézze meg az Insta oldalamat, lindart2000 néven ott is jelen vagyok. Rengeteg rajzom van már, hát a régieket már nem nagyon szeretem feltölteni, mert azok már annyira ugye nem tetszenek, mint az újak. Szerintem aki ismer, azt tudja, hogy pasztelkrétával dolgozom, és pasztelceruzával, és realisztikus ábrázolásmódra törekszem, és kérdéseitekkel igyekszem nektek átadni, hogyha tudok egy kicsit segíteni. Persze nem vagyok tanár, meg oktató, de hiszem azt, hogy együtt tudunk egymásnak segíteni, és így sokkal jobb lesz ez az egész rajzos közösség. Kicsit összeszedetlen vagyok, de igen, meg szeretnék még olyan videókat is feltölteni, hogy a rajzolás menetéről, egy-két ilyen gyorsított videót, mondjuk egy egész rajzról, aztán szeretnék olyat, hogy egy-egy részlet kidolgozásáról feltölteni videókat. Úgyhogy sokféle ilyen videó van tervben. Na, a lényeg, hogy most ezennel a mai nappal elindítom a csatornámat, és kíváncsiak vagytok, rám kövessetek. Ja, és majd abba is betekintést nyerhettek, hogy én hol készítem ezeket a rajzaimat, beengedlek titeket a kis szobámba, és megmutatom mindig, hogy éppen mind dolgozom. Például most idehoztam az aktuális rajzot is, nem szoktam ilyenkor még megmutatni, mert körülbelül félkész állapotban van a kidolgozása, de most megmutatom nektek így első alkalommal, hogy most ezen a képen dolgozom. Ez ilyen vízcseppes kép lesz, körülbelül két napja foglalkozom vele, de nem teljesen egész nap, hanem ilyen pár-pár órát. Hát szerintem körülbelül jövő hét közepére már fel fogom tenni a részleteket is, a fázisképeket is videóban. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy megnéztetek, és mindenkinek köszönöm, aki követ, és aki velem tart ezen az úton. Sziasztok!